Sziasztok! Ez itt a Pisztopen Podcast Crew, és nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Egy újabb visszaemlékezésen térünk vissza, mégpedig 1979-ben repülünk vissza, ahol nem másról fogunk ma kibeszélőt tartani, illetve újra felidézni emlékként az Gunnar Nilsson emlékfutama, amit az ő tiszteletére rendeztek. Azonban nem egyedül vagyok itt a kommentátor fülkében, mert hogy itt van velem kommentátortársam, Laci! Hatalmas üdvözletem mindenkinek! Na, ahogy Ádám is mondta, hogy ez egy rendhagyó esemény egyébként. Tehát itt a Gunnar Nilsson emlékére hozták létre ezt a futamot. És mit kell tudni egy előjáróban erről a dologról? Tehát Gunnar Nilsson 1976-77 akkor versenyzett ő, jobban a Forma 1-ben, és az történt, hogy 1977-nek év végén rákot diagnosztizáltak nála, és egy évvel később, 1978. október 20-án halt meg a londoni klinikán, és még halála előtt létrehozta a Gunnar Nilsson rák alapítványt. És ez a futam gyakorlatilag ennek az alapítványnak gyűjt pénzt. Ez egy két napos esemény volt, itt a Donington Parkban vagyunk egyébként. És azért érdekes ez a futam, amit most fogunk közvetíteni, hiszen ez a BMW M1 Procar Championship-nek a harmadik fordulója is ekkor zajlik, de még történt egyébként egy más jellegű dolog is, hogy itt különböző Form 1-es autókkal is felvonultak egyébként, és ebben indult ez az egész megemlékezés, gyakorlatilag részt vett rajta Fangio, Moss is részt vett rajta, és gyakorlatilag ugye Hunt is, aki ezen a futamon is itt ott volt, Andretti, Dan Gurney, Danny Hulme, ők is ott voltak, illetve a képen látható Beatles-tag George Harrison is ott volt. Ezek az egyik ilyen bemutató futamon is ott volt. Igen, és gyakorlatilag ugye a futam az ő tiszteletére rá azért, hogy létrehozta a alapítvány, fog ez végbe lenni, ahogy mondtad is, tehát ennek a adománygyűjtésére. Mi mit kell tudni a futamra előjáróban? Kb. Olyan 38 perces lesz, 39, és ilyen 30 kört fognak megtenni. Ugye, ahogy Laci már említette, ugye nem Forma 1-es autókat fogunk most látni, hanem BMW-ket Procar szériából. Ilyet még nem csináltunk, nem láttunk, szóval ez mindenképpen szerintem azért jó lesz így. Kis izgalmat fog így belevinni a dolgokba, hogy legalább valami mást is látunk, hiszen már találkoztunk indikáros autókkal, találkoztunk már Forma 1-es autókkal, és most a BMW-k is, hát tiszteletüket teszik csatornánkon. Ugye azt említetted is, hogy ez egy kétnapos igazából ilyen egy ilyen többnapos program volt. És igazából ez a verseny is a programnak a részét képezi. Mint említetted, ugye több pilóta is, akik már a Forma 1-ből ismertek, ugye részt vesz ezen a trófán, tehát igen, itt van James Hunt, Niki Lauda, Nelson Piquet, tehát mind itt vannak. Én szerintem, Laci, közben belevághatunk a időmérőnek egy ismertetésébe. No. Nelson Piquet volt, aki megszerezte a pole pozíciót egy 13-as idővel. Második helyen Toine Hazeman, harmadik helyen Bruno Giacomelli,
Negyedik helyen Hans Joachim, ötödik John Watson, hatodik Manfred Winkelhock, hetedik Alan Jones, nyolcadik James Hunt, kilencedik Helmut Kellenels, mellette Tom Wilkinson, utána Dieter Quaster és Franz Conrad következik, utánuk David Hobbs és Wolfgang Schütz, és utolsó sorban pedig ott lesz Elio De Angelis és Mario Andretti, aki nem futott kört. Laci, mit vársz ettől a futamtól? Milyen izgalmakat, milyen csatákat időmérő alapján? Időmérő egyébként egy picikét csalóka egyébként, mert ez De Angelis ebben a BMW sorozatban elég erős volt, és a 15. helyről indul, még azért tudna itt meglepetéseket okozni. De egyébként van egy másik favorit egyébként itt, majd meglátjuk egyébként ezt a brit tévé, akiknek a felvételét most fogjuk leközvetíteni. Ők például Hans Joachim Stuckot jósolták, hogy ő fogja megnyerni ezt a versenyt. Hát majd meglátjuk egyébként, nem biztos, hogy ő lesz az. Nyilvánvalóan ezt még nem tudjuk. Nem. Ugye nagyon-nagyon szerintem azért mindenképpen ez egy jó kezdeményezés, ugye nagyon ritkán látunk szerintem ilyeneket manapság, hogy akár futamokat, akár nem tudom, rendezvényeket még azért csak szoktak rendezni különböző események szempontjából, illetve azért szoktak olyanok is lenni, például ugye Sebastian Vettel, hogyha visszagondolunk az elmúlt évekből, miközben már a versenyparipáinkat látjuk, akiket nézni fogunk 1979-ből. Most igen, és közben itt a hatos rajszámú versenyzőt látom, ez a Piqué, a hatos. Naci, nekem most, kedves László, nekem most tudod, milyen beütésem van? Na? Mint a Ford vs. Ferrari filmből, tudod? Igen, igen. 24 órás Le Mans. Kb. Ez a kocsi, de most így a kocsi kinézett, tudod, hogy hirtelen ránéztem, és mondom, tiszta úgy néz ki. Ja, van benne valami, majd a kommentekben leírják, hogy miért nem ugyanúgy néz ki. Nem, most nyilvánvalóan van egy kis évkülönbség. Hát meg tisztában vagyok vele, hogy nem. Tehát csak így hirtelen, ahogy ránéztem. Igen, nagyon szép autók egyébként. Tény egyébként, látszik rajtuk a kidolgozottság. Laci, a Procar szériáról mit lehet tudni? Egy létező sorozat volt, bár nem volt valami túlzottan hosszú sorozat, 79-80 volt gyakorlatilag. Egyetlen egy bajnoka volt, úgyhogy sok minden nem lehet róla tudni. Azért az a kemény érted, hogy legalább annak az egynek a bajnoka vagy. Igen, na James Hunt közben a képen, a 20-as rajtszámú James Hunt, aki a 8. helyről indul. No, és közben itt a 2 perces táblát lehet látni, úgyhogy nem sokára elindul a mezőny. Nyilvánvalóan itt megpróbáljuk úgy közvetíteni, hogy mindegyik autó ugyanúgy néz ki, csak más rajtuk a festés. Nyilván nem lesz olyan egyszerű, de megpróbálunk mindent megtenni, hogy tudjuk, hogy ki hol van. De 16-an vannak. Hogy csak egy, miközben lassan ugye elindul a futam, kis kiegészítő információ, hogyha már Procarról beszélünk, mit kell tudni ezekről a csodaautókról? 9000-es fordulatszámra képesek, és kb. Olyan 470 lóerősek. Tehát azért van bennük kraft bőven. És amit tudni kell még a Procar szériáról, miközben lassan valószínűleg már fog indulni a verseny, hogy itt egyébként versenyenként osztották a pénzdíjat, és az első helyezett egy versenyen azt körülbelül, ha jól láttam, ilyen 5000 dollárt kapott, a másik 3000, a harmadik pedig 1000 dollárt,
és alapvetően ilyen pontrendszer szintén volt. 20, 15, 12, 10, tehát így kettes, utána már kettesről szépen megyünk lefele, tehát így kapták a pontokat. Tehát első 20, második 15, harmadik 12, negyedik 10, tehát 8, 6, 4, 3, 2, 1. Egyébként még majdnem úgy, nagyon-nagyon hasonlít a mai F1-es pontra. Majdnem, tehát tudom, hogy nem, csak hogy úgy mértékében már majdnem ott van. Így van. Közben itt egyébként Elio De Angelis láthatjuk. És elindulnak közben. Bocsánat, felvezetőkör. Igen. De én már teljes beleéléssel. Igen. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye előbb elmondtam, hogy mire voltak képesek autók. Egyébként ez később nőni fog, tehát ilyen 310 km/h-val ezek simán tudnak menni. Mondtam, azért van bennük craft. És ez a Procar, hogy egy kicsit ilyen érdekességet szintén elmondjunk, hogy alapvetően olyan 60 ezer dollárba kerül egy ilyen kocsi. Hát nem tudom. Szerintem csatornánk hatalmas nagy bevételeiből egy nem tudom, egy rugót elkérhetnénk. Körülbelül. De milyen jó lenne, azt kitennénk a falunkra, képzeld el. Oda lenne írva. Pit Stop & Podcast Crew. Procar. Rugó. Jó lenne, nem lenne rossz. Hát azért, na, hát azért vagiznánk vele, nem? Az biztos. Dunlop, hatalmas nagy Dunlop felirat. Van itt szponzor, miben? Tarmac. Van, bőven. Rengeteg. Texaco. Igen, és itt nincs benne az a csalás még itt ebben a pályában, amit Senna kihasznált annak idején, hogy itt még a box bejárat az jóval röviden volt, mint a kicsivel módosított megoldással egyébként. Uh-huh. De erről majd a futam közben fogok mesélni. Igen, mert hogy kedves nézőink, hát elfoglalják autóink a rajtrácsot, és kezdődik hamarosan a Procar. Igen, rajt! És elindulnak. Előn lévő Nelson, mintha egy kicsit beragadna, és a többiek jobban kapják el a rajtot, ha jól láttam. Így van, Alan Jones kapta el jól a rajtot. És már az első kanyarba végül is, kb. Opp, egy kisodródnak páran fűre. De alapvetően baleset nélkül megúsztuk a első kanyart. Kérdés, hogy a többi kanyarban hátul folyik a küzdelem, és ott történik is egy előzés. Itt az egyes rajtszámú. Én meghagytam volna egyébként. Mario Andretti az egyes rajtszámú. Mario Andretti-t láthattuk akkor egy pillanatra képen. Igen, de azon Piqué. Aztán jönnek a többiek. Itt van egy kicsi meccs egyébként a 55-ös volt, ha jól láttam. 55-ös rajtszám, az mindjárt mondom neked. Lehet, hogy 51-es volt, és akkor... Az 51-es volt, és Tom Wilkinsont láttad. Így van. Közben tovább folyik a meccs az élen. Ez a Piqué az első. Nelson Piqué 6-os rajtszám, kicsit megcsúszik alatta a kocsi. Itt közben vörösbe látjuk a világot. Így van, Alan Jones van mögötte, a 27-es Alan Jones van mögötte. Jó kérdés. Itt van a 27-es Alan Jones. Így van, a 27-es rajtszám. És harmadik, kinek rajtszámát még nem látjuk. Sajnos. Egyelőre beálltak a frontvonalak. Ez a Piqué Jones mérkőzés, ez jónak néz ki. Azt mondod, Lackó? Azt mondom, Ádámka, azt mondom. Jó van akkor, reméljük. Reméljük, hogy jó lesz. Ha nem, majd már képzeljük fagyira. Na. Így van, és hoppá! Hoppá, van, aki kicsúszik. Mario Andretti kicsúszott, az egyes rajtszám. Mario Andretti kicsúszott.
akkor egy kicsit visszaesett a mezőny végre, úgy teljesen. Viszont a nyílen a csörte folytatódik. Bár egyenlőre Jonesnak reális támadási esélye nincsen Nelson Piquet ellen. És úgy nézem, hogy a harmadik, negyedik helyen is, és a ötödik, hatodik helyen is van egy párosunk. Tehát eddig szépen párosokra oszlik fel ez a futamkép. Jó kérdés, hogy ki? Kivel mit tud kezdeni? Nézők azok biztosan élvezik ott. Ez menő ez. Pont nagyon jó helyen vannak egyébként a nézők. Igen. Azért. Ó, hát. Ott a kőhídról, de azért az nagyon menő onnan nézni. Az biztos. És közben visszatérek egyébként, amit mondtam, gyorsan befejezem, tehát a... Jó, miközben? Még a régi Donington pályánál még, közben Alan Jones-ben nagyon engem közel van, és meg itt mondani, hogy, egy kicsit. Hogy itt még várjál, Laci, mert... Árok, Jones támadó közelségben van. Mert most, hát a jó kérdés, hogy... Na, nem, még nem. Még vár, okos, de ott van Alan Jones. Jó kérdés, hogy meg tudja fogni Nelson Piquet. Na mondja gyorsan. Na gyorsan mondom, tehát a régi Doningtonnak a kijárata az még ilyen kisebb box utca volt. És ezt átalakították, hogy ahol jönnek be az a jobb-bal kombináció, elétették be a boxnak a bejárat, tehát ezáltal röviden volt a pálya, és ezt használtak, hiszen na. Ezért futott ő a leggyorsabb kört, hogy akkor még a box utcával nem volt korlátozás, tehát... És Ellen Jones, hoppá! És Ellen Jones! Hát ezt eldobja ezt a kocsit. Neki. Igen, ez ennyi volt. Ez ennyi. Még nem, még várjunk vele, mert még lehet, hogy visszatér a mancsba. Várok. Kamerát most nagyon hirtelen elkapták. Hát Nelson Piquet nyugisan autózik, de ezt mondjuk szeretném látni, hogy vajon Ellen Jones vissza tud-e jönni a pályára, mert az nem mindegy. De már. Volt már kisebb előnyük, tehát nem biztos, hogy teljesen utolsó helyre tér vissza. Sajnos azt a kamera nem nagyon fogja mutatni, ahogy látom. Igen, új box utca valahol ott van, a box utca bejárat, ahol most a nézők vannak. Valahol oda raktak egyet. És ezáltal rövidebb lett. Illetve nem is ez volt a nyomvonala egyébként. Hogy van az a hosszabb rész, ami ott bemegy, tehát nincs ez a jobbal kombináció, és így visszafordultak. Na, a 70-es rajszám, Giacomelli! Az Alfának akkori versenyző, vagy Alfának az majd egy kicsit később. Bruno Giacomelli, így van. Ő van a második helyen, ha jól láttam akkor. Így van. Alan Jones kiesése után. Vagy hát... Hát ő... Kiröpítette magát, maradjunk ennyibe. Így van. Hát akkor még McLaren színeibe is indult egyébként, de egy olyan csapattal indult egyébként, egy Autodelta. Uh-huh. Utána ugye mindenki az Alfából ismerheti Giacomellit, annak volt a meghatározó versenyzője. Így van. Na, egyelőre nagyon semmi nem veszélyezteti. Nem, Piquet nagyon simán vezet, mögötte már Giacomellinek is van egy jelentősebb előnye. Igen, egy kicsit, hogy beszéljünk. Nelson Piquet talán azért sokaknak nem kell bemutatni. Ugye ez egy háromszoros világbajnokról van szó későbbiekben. És ugye ő is ahhoz a nemzethez, büszke brazil nemzethez tartozik, aki azért rengeteg tehetségesebb Form 1-es versenyzővel adott többet a sportágnak. Nelson Piquet brazil származású, későbbi világbajnokok is, akár Ayrton Senna, kinek neve azért örökre fennmarad, de más autóversenyzők is, ugye Felipe Massa, Rubens Barrichello azért Brazíliából származnak. Brazilok. Megkerülhetetlenek ekkoriban. Igen? Meg, pont akkor ugye, akkor volt ugye Fittipaldi, után ugye a braziloknak már nem nagyon volt
nagy versenyzőjük, és akkor utána jött gyakorlatilag, hát ugye Pache meghalt egy repülőbalesetbe. Aztán utána nem is nagyon volt Brazil, és akkor jött Piqué. Aki azért sok örömet okozott a brazil népnek. De egyébként Giacomelli is az olaszoknak valamennyit. Na, Laci, mennyi esélyt látsz arra, hogy Giacomelli utoléri Nelson Piquet? Nem sokat. Laci, én ennek nem örülök, hogy te nem sokat látsz, mert ez azt jelenti, Laci, hogy nem lesz meccs. Szóval én szeretném, hogyha Giacomelli utolérni Nelson Piquet. Szóval szorítsunk ennek, Laci, hogy legyen meccs. Ennek én is rukkolok egyébként, de így a képek alapján, mint hogyha egy kicsit egyébként. Csak hinni én kell. Is próbálok hinni. Hinni kell, Laci, tanuld meg. Látod? Ezen már közelebbinek is tűnik, mert hittem. Így van. De Giacomelli elhiszi magával, hogy akkor simán. Küldöm neki vissza az energiát. 40 évvel. Majdnem. Ja. Kicsit több, mint 40 éve. De úgy nézem, ott a 34. helyen azért ficánkolnak a srácok. Igen, és ott lenne, azt lenne egy kicsit izgalmasabb nézni. Kik lehetnek. Hát, nagyjából a középmezőn próbálom belülni, hogy kik lehettek nagyjából ott. Winkel, Hochstuk, talán a két német. Igen, meg Toyn Hezemans, a holland. Igen. Most így nagyon-nagyon nehéz. Már Andrettit látjuk a képen, a egyes rajtszám. Igen. Jó, de szép fekete kocsi megy előtte. Vagy... Bocsánat, de lehet, hogy... De az. Jól látod. És itt egy szép előzés történik, vagy... Én legalábbis előzésnek gondolom. Igen. Szerintem is egyes rajtszámú előzte meg. Hát. És akkor másik a feketét, ezt lett volna jól látni, hogy ez... Melyik rajtszámú. Innen pont nem lehetett látni. Hát innen ez meg már Nelson. Nelson Piqué. Okay. Csak egyik lámpájaik, ha jól látom. Na, látod? Igen, csak az egyik világít. Igen, Giacomelli próbálkozik. Na. Van neki esélye, figyelj, úgyhogy. Mondtam ennyi. Igen. Hinni kell. Talán. Meglátjuk. Nem baj. A meccs eddig jó. Ton Hezemans a negyedik. Ugye ma... Na. Akkor ezt is kiderítettük. Ugye maga a verseny távéről nem tudom, hogy beszéltünk, ez olyan 94 km hosszú. Ez ugye úgy jön ki, hogy olyan pálya az olyan... Hát olyan 3,1 kilométeres. 32, tesznek meg. Szorozza be mindenki. És már is megkapja azt a 94 km. Lefele kerekítve 94 kilométert. Jöhet egy kérdés, hogy miért pont Gunnar Nilssonnak a memoriáját közvetett, Gunnar Nilsson Memorial Trophy-t közvetítünk, roppant egyszerű oka van neki. Hát a születésének a évfordulójára terveztük, mivel technikai okok véget csúsztunk vele 4 napot. Tehát 1948. november 20-án született Gunnar Nilsson, és ezt a futamot 2023. november 24-én rögzítjük. Tehát ez a 4 nap különbség van, ezt azért közvetítjük. Így emlékezünk meg egy nagyon tehetséges svéd versenyzőről. Ha már ugye svédnek is beszéltünk a bazilokról, ugye azért ezt elmondhatjuk, hogy nagyon sok svéd versenyzőnk ugye nem nagyon volt. Volt egy 5-6. 5-6, de úgy... Ebből... Igen? De abból gyakorlatilag, ha nézzük, hát akkor Peterson volt, meg Nilsson volt, és illetve Joe Bonnier, ő volt az előfutár, ő hamar meghalt. És ugye 1978-ban elveszített Svédország mindent. Tehát meghalt Peterson is, meg Nilsson is meghalt. Tehát nem maradt utána svéd versenyző. Különben nagyon-nagyon... Igen, ilyen szempontból, hogy északi országokból azért finneket ismerünk be.
Igen, hát utána egy Ekinen vagy a Reikonen. A svédeknek meg még egy volt, aki úgy beleszámítódik. Nyilvánvalóan Johansson, Stefan Johansson, de később, 80-as évek. Ugye René Wiesel volt még egy másik svéd versenyző, ő akkor nem versenyzett. És a svéd nagydíj is ebben 1978-as tragédiák véget nem is lett több, most sincsen, nem is lesz. Nyilvánvalóan Marcus Ericsson, aki a svédeknek egy darab valamire való versenyzője, meg nem fog csodát tenni, az már biztos. Már egyébként nem volt egy... Na közben az 55-ös a... Nem. Tom Wilkinson-t láthattuk. Igen. Közben akartam itt kérdezni, hogy a korabeli nagy line timing, nekem azt írja, Laci, hogy Bruno Giacomelli ugye 70-es rajtszámú. Igen. És Elio De Angelis is 70-es rajtszámú. Igen, hát az ott, igen, látom, táruláson D'Angelis a 60-as. Igen. Vagy, szóval, hát egy, hát igen, látom, nekem is azt írja. Nem egyébként. D'Angelis az már számot használ. Igen, nagyot néztem is volna, hogyha... Fehér-fekete BMW-vel van benne. Ez most tökéletes. Ja nem. Jó, de a mögötte lévőre, Laci? Ez tökéletesen illik ez a leírás. Vagy az fehér. Hát adja a különbség, hogy ugye a fehér fekete alapon fehér Giacomelli, a D'Angelis fehér alapon fekete. És rá van írva, hogy Osella a Squadra Corse. Hú, hát ez... Winkelhock a harmadik egyébként, most már ezt is, most már tudjuk a képet, miről van szó. Stuck, Hans-Joachim Stuck, aki... Én szerintem az ötödik. Tehát most nagyjából úgy állhatunk, hogy Piqué, Giacomelli, Winkelhock a harmadik, akkor igen, lehet, hogy megelőzte Hezemont, Stuck. Szerintem negyedik. Hezemont, Stuck. Hezemont nincs is itt. Vagy nagyon hát. Úgy, ott jön. Nézd meg, no. Ez Stuck. Itt a Stuck. Csak kicsit nagyobb kamerakép kéne nékünk. Két autót láttam előre. Előtte, abban biztos vagyok. Versenyen szerintem pedig lassan azért közeldünk a férfitávhoz. Igen. Így nagyon nagy érzése. Ugye körszámlálunk nincs. Adatunk nincs. Jó kedvünk van. Meg a fű is nő. És ennyi. Igen. Ennyi a világ nagy rendje. Nálunk ilyen szempontból semmi nem változik. Alakulhat-e ki? Meccs. Egyenlőre Nelson Piquet. Ez egy Giacomelli, az Winkelhock, Stuck. Egyenlőre így állunk föl. Ez az első négy. Igazából csak annyit akartam mondani, hogy agyonveri a mezőny, de... Nagyon simán vezet Piquet. Én még mindig hiszek. Heze van mögöttek, jól mondtad. Stuck megelőzte Hegemont. Gyanús volt. Itt a nagy kamera totájából, jó, hát Nelson Piquet már nincs is benne, de így ebből próbáltam valamit kiszűrni. BMW. Itt csak opa, azok vannak. Volt egy kis füst. Volt egy kis hű. BMW, ugye alapvetően a Forma 1-ben is nagyon sokáig az jelentő szerepet tölt be a BMW. Viszont 2009 lesz számukra majd az utolsó szezon, mikor ki fognak vonulni a sportágból. És ugye a hírhet akkori Petronas, mint főszponzoruk, meg van emlékszem, mert most nem vagyok teljesen biztos, hogy főszponzor vagy csak sima szponzor, na mindegy, fog később ugye, hát az új alakuló Mercedeshez, mint gyári csapat, akik ugye majd Brown GP-ből fognak átvenni ugye a csapatot, és hozzá fog menni a Petronas is, és így fog összeállni majd a csudadó, később trió,
meg hát a Mercedes-ére. Ja, most így a BMW-kről ez jutott eszembe. Így van, és közben kicsit egyébként beszéljük a Tony Hazemanról is, aki hát nem nagyon ismerhetik a kedves nézők, a túrautó versenyeknél volt egy, tehát egy túrautóba indult, illetve Le Manson is indult, hosszú távú futamokon is indult, és azokat meg is nyerte majdnem mindegyiket egyébként, mert megnyert a Spy 24 órásat, a Le Mani 24 órát a saját kategóriába, megnyert az Európai GT bajnok, 24 órás Daytona bajnok, és a 6 órás Watkins-Glenni bajnok. Ról beszélhetünk egyébként, és jelenleg egyébként a NASCAR, vagy a NASCAR-ban van egy ilyen csapata, részben egyébként nem teljesen az övé. Ez a Team Hezeberg csapat, és egy nagyon híres ember versenyzik náluk, Jacques Villeneuve az egyik. Közben Laci, végre valami csapát is láthatunk, mert hogy Mario Andretti visszaverekedi magát a mezőnybe. Van ott aztán Andretti Watson. Igen, és Mario Andretti megelőzte Watsont. Mario Andretti pokoli tempóban jön át. Igen, átávozta magát, jól látom akkor D'Angelisen is. D'Angelisen meg Watsonon. Sajnálja azt első körös hibáját. Igen. Ez van, ezt kell szeretni, innen kell építkezni. Az autó egyelőre megy, és működik. És ez a legfontosabb. Igen, ez egy nagy mes lesz. Andretti, Watson, DeAngelis. Kemény dió. Kemény dió. És itt látjuk is a folytatását, mert hogy visszatámad. Watson nagyon közel volt. Konkrétan tolja le a pályáról. Igen. DeAngelis meg hátulról egy kis nézegető üzemmódban. Ő akar lenni a nevető harmadik. Egyelőre jó a meccs közöttük. Szerencsére még az autófestés is szinte ugyanaz. Igen, és milyen jó, hogy itt a kameraman megtalálta a meccset. Igen. És még szerencsére az egyes majdnem ugyanúgy néz ki, mint a hetes. Ilyen régi felvételeken, tehát hogy biztos legyen összezavarodottság. Ez a tuti. Igen. This is the race. Mondanám, hogy this is the Formula One, de nem. Ez most a This is the BMW Pro Car. Yes. Viszont a meccs eddig nagyon-nagyon jó. Látszom most egy... Most Andretti egy kisebb előnyt adott magának. Hogy nézem, de itt újra Watson nagyon-nagyon tapad. Ugye, mint mondtam azért ezek, ugye a Supercar, az egy teljesen máshogy működik itt a maga az aerodinamika is ezeknél az autóknál, ugye ez a szélárnyéba való menés, az, hogy mennyi leszorító erőt vesznek, ez teljesen más. Ez ugye napjainkban is az ilyen különböző szériákban, ahol ugye a Supercar, meg tudom én mikkel mennek, teljesen más. Le Mans prototípus autók, tehát ezek maga a felület is nagyobb. Más, mint mondjuk egy Forma 1-be, meg más, mint egy indikába, sokkal közelebb is tudnak egymáshoz menni. Akár túrautók. Igen, ez jobban a túrautóknak egy ilyen... alfaja. Igen, igen. Igen, csak hogy csak maga ez ugye, hogy ez más, más, hogy működik, meg más. Más ez persze, meg azért ezek az autók. Így van, meg ezek az autók, ezek azért... Tehát sokkal erősebbek, mint az akkori kornak a ilyen túrautó autói. Há, hogyne. Ezekben volt ott Kraft, közben egy lekörözött, ha jól láttam. Legalábbis gondolom, hogy egy lekörözött volt. Nagyon lassan poroszkál, szóval... Igen, van ott egy kis probléma. Piqué, a hatos, igen, ő érte utol a mezőnek a végét egyébként. Nelson Piqué már megkezdte a lekörözéseket. Jó kérdés, hogy minden lekörözött lesz-e olyan kedves, okos, ügyes, hogy elengedje. Egyelőre nem úgy néz ki. Hát egyelőre nem. Nem is tudja, mondjuk nagyon... Igen, az érezhető... Schutz, Wolfgang Schutz. A 41-es rajtszámú. Schütz, bocsánat. Wolfgang Schütz.
tartja fel elég rendesen. Ez a Pikét, már kapta a zöldet rendesen. Wolfgang Schütz. Van ebben a fekete járgányba. Viszont végül átengeni Nelson Pikét. Szóval meg visszaadhatja szépen sorban mögötte lévőknek. Ez a legjobb, mikor mindenkivel ugyanolyan kedves. Akkor nincs igazságtalanság. Igen, már azért volt egy kis csata, de végül elengedte Wolfgang Schütz. Nelson Pikét? És ott jönnek mögötte a többiek, ha jól látom. Igen, Giacomelli közben. Csak ezt nem nagyon látjuk. Ezt most jól lenne látni, hogy Schütz mennyire tartja föl Giacomellit. Hát sem ennyire, már ott van Giacomelli. Sem ennyire, már már. Igen. Ennyi. Igen, és azért valamennyi tudott hozni Pikén. Igen, én is úgy látom, hogy Giacomelli időben visszamenve megérkezett hozzá a pro késésen a biztatásom. Tehát én még mindig bízok az olasz fiatalemberbe, hogy hát talán valami csodát kicsit megszorongatja Nelsont, számunkra is legyen valamiféle csata. Szóval egyelőre. Egyelőre viszont hátsó szekcióban kezdenek el nagyon nagy csaták dúlni. Igen, mindjárt ott meg... ötödik helyi, ötödik, negyedik hely ott környékén, ha jól láttam. Csak a kamerának vissza kéne váltani. Jaj, kameramen, válts vissza. Jó lett volna egyébként, én még bírtam volna a Watson Andretti Angelis mérkőzést. Engem, sajnos azt elengedték. Giacomelli, a 70-es. Nem tudod, ez az a... eredeti 70-es. Igen, ez a közben. Mondjad. Jaj, mondja nyugodtan, csak annyit akartam, hogy 60-as De Angelis, itt is még egyszer mondom. Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy ugye ez a közvetítés rákfenéje. Sajnos, hogy ilyenkor elengedik a meccset. Bruno Giacomellit nézzük. BMW Itália csapat nál van most. Sokan ezt a kagyat én driftelve veszik be. Nyilván így a legegyszerűbb. Hát ő még itt jobban egyébként, Giacomelli még a Forma 3, Forma 2-be vigészkedett, majd visszatér a Alfa Romeo. Hát akkor lesz, akkor robban be gyakorlatilag a Forma 1-es köztudatba. Ja, neki is ilyen narancssárga, fehér sisakja volt, de hát a narancssárga volt a dominánszint. No, ja, nyugodt idők köszöntöttek a vidéken. Igen, itt most a mérkőzésekről most úgy megmondták a közvetítését. Most Nelson Piqué. Most visszatértünk a Lauda Show 2.0-ához. A jó kis 1900-as, 978-an, meg itt tudom én hányas évek. Igen, 75. De képzeld, milyen lenne a mai Forma 1 így? Csak Verstappen nézni? Igen. Hát figyelj, én nem nézné senki. Mondjuk képzeld, mondjuk ennek a vágyónak tudsz élni az F1 TV-n is. Mondjuk megfogod? Hát van olyan. Berakod csak az ő umpot, csak az őt, de tényleg, csak őt végig. Nem lehet túl izgalmas. Hát, figyelj, hogyha nem tudom, főzöl, mosogatsz. Ne, pontosan, igen. Főzöd a hétvégi ebédet is, vagy már... Nem vagy elég fáradt, és nem tudsz elaludni. Igen. Tudod, nem a bárányokat számolod, hanem hogy Verstappen hányszor teszi meg a kört. Egy. Igen, sziasztázol közben egyet, kettő, pontosan, ahogy mondod. És így menne. Így Verstappen feje ugrál így a álmodba, meg mit tudom én. Szerintem nagyszerű ötleteim vannak. De igen. Csinálunk egyszer ilyen közt. Nem. Benne vagyok. Nem. Úgyhogy nem maradna fönn.
Várj, ez nem lenne izgalmas. Laci, nem tudom, nem tudok ennyit csúsztatni. Ennyi ne, pénzt. Ne, markobáznak, akkor lesz kész. Hidd el, én kenem a YouTube-ot, de ennyire nem tudom. Pedig próbálkozok. Felhívom Totót. Aki nem tudná Totó szokott. Olyan, hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa. Meghallották. És csúsztak. Szóval aki nem tudná, az nekünk egyébként... 20-as rajszámú. James Hunt. Majdnem keresztbe állt. James Hunt. Végre is a képem. Egyszer tűnik fel James Hunt. És majdnem keresztbe is csúszik. Igen, de... És ki van mögöttem? James Hunt mögött van Piqué. Ja, hát jó, hát akkor ennyit a meccsről. De Hunt az ereszti neki rendesen, Piqué meg nem nagyon közeledik hozzá. Nem is akar lehet, nem lehet tudni. Ezt akartam mondani, hogy te szeretnél-e James Hunt mögé érni? Nem. Hát, ezt meg is beszéltük. Na, dehogy is. Isten őriz. Ennyi. Menjen csak. De jól tudod védekezni is, meg támadni is, tehát... Valószínűleg utána lévő... Jó, itt nem volt. De a Form 1-es utamok utána lévő partin nem biztos, hogy előnyös lenne, hogyha vele, hogy bárki összehúzta akkor a bajszát. Összeakasztotta a bajszát, akarom mondani. Díren nyakos. Hát nem biztos, hogy... Nem biztos, hogy jól járt. Nem ilyen szempontból, más szempontból. Hát már ugye James Hunt arról ismert, hogy... Ilyen nagyon extravagáns életet élt. Hogy is mondjam, nem a nyugodt vérhőmérsékletéről. De jó, nem. Buli diszkó minden. Amikor lenyugodott, és úgy nézett ki, hogy rendben jön az élete, akkor halt meg szívrohamba. De különben ez a... Hogy is mondjam, tehát ez a... Miben másban? Tehát... Vagy nem tudom, tehát hogy... Érted, hogy tudnád még elképzelni? Tehát tipikus ez a... Annyira hajtja magát, meg annyira, hogy... Szíve már nem bírja. Nem tudom, tehát valahogy tényleg így... Tudom, hogy ilyet nem szabad mondani, de így passzol az életéhez. No! Közben végre megtalálták a meccset, jó van. Vinkelok meg a Stuck mérkőzését fogjuk közvetíteni. Fantasztik, kicsit felemelkedett ott a autó. Jobb oldala. Pillanatra valószínűleg rázókő. Igen, Stuck van hátul, előtte van Vinkelok. Manfred Vinkelok. Egyelőre viszont itt sem néz ki úgy, Laci, hogy itt előzési távolságon belül lennének egymáshoz képest. Igen, de legalább itt valami... Valami. Valami Amerika. Valami olyasmi. 77-es, Hamsi Aim Stuck. Előtte van Manfred Vinkelhock. Na, most már Vinkelhock hibázott. Na. Itt az esély. Igen, itt van. Hát, volt. Nem. Mert közel van. Nagyon. Na. Vinkelhock most a külső ívről próbálja védeni a dolgokat. Hát, Vinkelhocknak. Vinkelhocknak jobb. Igen, most de viszont ha nagyon itt tudja fékezni. De jól csinálta. Viszont Vinkelhock nem aludhat be, mert ott van még mögöttem, még mindig Stuck. És még mindig nagyon közel van. Kicsit szélsebb ívről kezdi meg. Hát, ha a kigyorsítás. Jobban sikerül, és egyébként nagyon-nagyon közel van folyamatosan. Rengeteg kanyar. Nagyon nehéz. Opa! Ott volt egy kis füst. Igen. Stuck már nagyon akarja Vinkelhockot. Vinkelhock pedig nehezen bírja a nyomást.
Itt megint szeretném, hogy a lifetimingban 81-es van írva, de a rajszám az 55-ös. No. Tehát itt elírás van itt is. Itt nagyon közel van. Vikehok nagyon keményen védekezik egyébként. Igen. Opa, és most le is csúszik Vinkenhook. Igen, de így, figyelj, majd kiterte a pályáról. Hát ő... Vinkenhook nagyon kemény. Megkérdőjelezhető manőver volt. Igen, na, stupa kívülről, volt egy kicsi kocs, igen. Összeérnek. Igen, itt most Tuk húztál rövidebbet. Hú, de megnézzük. Nem tudod hova menekülni, lehetett látni, hogy állodra fejkeztem. Az első két kerék az blokkolt rendesen. Ú, de megnéznék most ebből egy visszajátszást, csak hát... Igen, ebből nem nagyon lesz. Nem, nagyon nehéz volt megállapítani most, hogy húzta kívülre. Jaj, ne. Vinkenhook nagyon kemény volt. Igen, tehát hogy... Nagyon agresszívan vélekezett. Gyakorlatilag... Kis bajti mennyi a rép címmel. Itt pedig Nelson Piquet, látható a képen. Igen, most... Teljes nyugodtság. Hát azért van ott is előnéz, ott is van egy kis dugó. Ott van, azt szerintem James Hunt-ék lesznek. És ja, igen? És majd egy előzés, igen. Most így érzésben mondtam. Leng is a kék zászló. Na, egy nem tudom, hogy kik lehetnek. Igen. Hát én nem tudom. Hans Konrádot szerintem őt először meg. Ő van abban a gyárgányban. Hans Konrád. Hát, hogy ezt nem tévedtem, de... Megállapítani. És szerintem Franz Konrád volt. No, hoppá! Hoppá! Ó, hát ez a verseny, ez egy olyan Hunt, James Hunt. Hát itt meg mi történt? Ajaj, ne nagyon menjetek oda, srácok, mert szétbunyolni fog a végén. Na, itt van, közben jól van ez a mérkőzés. Ja, Giacomelli, bocsánat. A pillanatra azt hittem, hogy Stuck lesz. James Hunt. És... Az ikonikus ég a sakjába. Igen, és itt már a Walter Wolf teamnek volt a versenyzője, az a overall az így nézett ki. A James Hunt versenyének ezzel gyakorlatilag vége. Utolsó évében használt ezt a Simpson sisakot. Itt szerintem a legdizájnosabb sisak egyébként az a... Na, 74-es David Hobbs. Verseny vége felé egyre jobban felébrednek a versenyzők, és gyakran és most már kialakulnak ilyen párharcok. Na, belül? Nem? Belül, de nem. Pedig meg gondolkozott, látszott. Igen. Egyelőre nem lehet. Peter Questor ellen. Ha jól látom, akkor a rajszámok alapján. 51-es, akkor bocsánat, tévedtem, 50-est olvastam, akkor Tom Walkinshaw ellen. Van vérkőzés, angol vérkőzés. És David Hobbs. Igen. A 8. helyért megy a vérkőzés. Tom Walkinshaw és David Hobbs között. Lassan már egyébként közeledünk a verseny végéhez. Már csak pár kör lehet hátra. Igen. És ahogy nézem, gondolom most azt fogják mutatni, hogy lassan a kockázászló előkerül, én úgy látom. Hát de valami fehérnek kell, de mondjuk nem tudom, mit használták-e. Valószínű. Még egy-két kör van az két. Kaptunk egy feliratot, hogy tracking. Hát igen, ez egy VHS felvétel, tehát lehet látni az alsó csíkba, hogy hányszor vették, hányszor van másolva a VHS. Ki lehet olvasni ott ezekből a vonalakból egyébként. Tehát egyszer-kétszer már másolták. Én úgy látom ott a lenti vonalakból. Uh-huh. Mondjuk már jó 10 éve nem használtam ilyen VHS dolgokat, de... Hát én meg egyszer se, de...
Egy másik kérdés. Viszont ennyilőre úgy néz ki, hogy minden szurkolásom ellenére. Pedig én nagyon-nagyon szurkoltam neki, bár még ott van. Még ott van, de már... Csiákom elli. Igen, ott van, de már nem... Tehát, hogyha bármit hibázna, te most indexel? Hát lehet, figyelj. No. Lehet, hogy most már véget ért, ez be a fut. Nem. Szerintem ez az utolsó kör. Valószínűleg tartom egyébként. Igen, mert itt már, viszont itt már nagyon... Igen, egy index az közben tényleg be van kapcsolva. Szerintem az a véletlenség műve. Vagy már annyira a végén? Valószínűleg már igen. Vagy itt már nagyon integetnek. Igen, ez már szerintem is a vége. Valószínűleg akkor kijelenthetjük, hogy... Á, nagyon gyanús a lejel. Aha. Világítás is bekapcsolva. Ugye ezek az autóból, ezekből gyártottak azt hiszem 600 darabot. Nagyon gyanús. Amiket hogy... nyilván nem így néztek ki. Igen, ez már a vége. Hogy akkor viszont Nelson Piquet megnyeri ezt a futamot. Második helyen akkor Giacomelli fog befutni, és hát ahogy láthattuk a csatában, ugye Manfred Winkelhock lesz az, aki a dobogó harmadik fokára elkapaszkodhat. Nem tudom, Laci, szerintem ez tök jó futam volt, ilyen szempontból, igen. Élvezetes volt. Közben már adják át a gyakorszorúkat. Igen, és gyorsan Istrófán. Akkor végig megyünk. Igen, akkor tehát, ugye Piqué, Giacomelli, Stuck, akkor ugye Tony Hazemans, aztán Helmut Kellner, aztán Dieter Questor, Tom Wilkinson, David Hobbs, aztán D'Angelis, Watson, Andretti, Franz Konrad, Wolfgang Schütz, ők. Fejezték be, és ugye láthattuk, hogy Hunt és Alan Jones kiestek. Igen. Nagyon-nagyon reméljük, hogy a kedves nézőknek is tetszett ez a futam. A komment szekcióba kérlek, hívjátok meg majd a véleményeteket, hogy mi az, ami tetszett, esetleg milyen kedvenc pillanatotok volt, miközben az interjúk készülnek. Illetve, hogyha szeretitek, amit csinálunk, akkor egyrészt lájkoljátok a videót, osszátok meg, és hogyha még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel ez a csatornára, mert ezzel aztán tudtok minket támogatni, és a csengő ikon pedig nyomjátok, hogy minden egyes videónkról, bejegyzésünkről, arról értesítést kapjatok. Emellett pedig más csatornáinkat is, akár Spotify, akár Twitch, tekintsétek meg. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Lacinak, hogy itt volt, és már mindenképpen találkozunk legközelebb egy másik futammal, vagy egy másik szériával. Én Ádám voltam. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, sziasztok! Mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és minden jót!